Ármány és szerelem című népszerű színdarab bemutatására készül a Pesti Magyar Színház. Köszöntjük Eperjes Károly, Kossuth és Jászai Maridias rendezőt és Gáspár Kata színésznőt. Jó reggelt! Jó reggelt! Köszönjük jó reggelt. Szépen, hogy befáradtatok. Szabad egy picit visszacsatolni még Náva Janikóval készült beszélgetéshez, hogy látjátok ti az esélyeket? Az Oscar esélye? Persze, az Oscar esélyeinket. Én ezt nem látom át, én elképesztő módon szurkolok. Nekem a Borbély Alexandra stúdiós társam volt a Nemzeti Színházban, úgyhogy nekem még ilyen kötődésem is van, hogy elképesztő módon szurkolok, és nagyon-nagyon sokat gondolok rájuk, úgyhogy hajrá. Uh-huh. És akkor egy kicsit, ha esetleg hozzá szeretne fűzni. Ehhez? Igen. Hát ott lenni az ötben, azt szokták mondani, az már nagy dolog, az a lényeg. Hogy aztán ki kapja meg az ötből, ez már... István a Szabó azt hiszem ötször volt benne az ötben. Igen. Igen. És azt mondta, hogy az bent, hogy valaki bent van az ötben, az már mindent elvisz. Az már csak a cukora, igen, vagy a habba, a tortán. Egyébként igen. Jó, köszönjük szépen a reakciót, bocsánat, hogy így egy picit kértem ezt. Beszéljünk akkor a darabról, jó? Ármány és szerelem, Schiller legnépszerűbb, legismertebb darabja. Ugye ezt szokták mondani, hogy ez a német Rómeó és Júlia. Lesz benne valami különlegesség, valami kis újdonság, valami kis csavar ahhoz képest, amit megszoktunk és amit ismerünk? Kata, szerinted? Például a Kata lesz a csavar benne? Nem, mert a Szami nagyon szerette volna, hogyha egy fiatal Milédit láthat a közönség, úgyhogy ez végül is így sikerült. Remélem, és nagyon is jót tett neki. Nagyon is jót tett neki. Tehát az egyik csavar az, hogy Básti Júli és Bajot Gizi után... Mindig idősebb. Kata játssza el, és igen, hogy idősebbek játszották. A társulatnak, szabad úgy mondanom, a középkorú nagy női sztárjáról szokták osztani. És itt is volt egy ilyen törekvés, de én az olvasó próbán elmondtam, hogy az eredetileg ez így van, hogy tétje van, hogy a Ferdinánd választása Luisa és a Lady között az biológiailag, szabad így mondanom, közelesik egymáshoz. Aha. Nagyobb a tét. Így van írva az eredetiben is. De a Róma és Júliát is úgy szokták kiosztani színházakban, hogy idősebb Róma és Júliát adnak, mert 16 éves korban mit lehet csinálni ezzel? Nem könnyű. Én meg most úgy gondoltam, hogy főiskolás osztályom két fiataljára osztom a Ferdinándot és a Luizát, és akkor közel hozzá a Kata. Hát Kata még nincs 30, úgyhogy... Javítani szeretnél? Most voltam nemrég. De amikor kiosztottam, Akkor még nem. Jó, oké, jó. De azért közöttek nagyon különleges kapcsolat van, mert hogy gyerekkorod óta ismeritek egymást. Ezt igen, én még láttam pelenkázni is. Atya úristen. Az édesapjára. Erről gondolom nem szeretnéd, hogy beszélgessünk most. Tudok beszélgetni. Igen. Hát olyan szinten biztosan, hogy most ez nagyon viccesen fog hangzani, nekem a Szami tulajdonképpen természetes. Tehát, hogy van. Igen. Tehát, én úgy nőttem fel, hogy mindig ott volt a színházban, én is nagyon gyakran ott voltam a színházban, tehát a hétköznapjaimhoz többek között a Szami is hozzátartozott. Uh-huh. Tehát ezáltal én úgy valahogy az életben úgy azt gondolom, hogy teljesen természetes, hogy találkozunk, tehát hogy nem egy különlegesség, hiszen így történt az egész gyerekkorom is. És akkor most milyen ez a rendező-színész viszony? Szerintem barát viszony maradt? Nem, szó nincs róla. Nem barát, nem. Szerintem ez egy teljesen egészséges, normális rendező-színész viszony, és nem gondolom, hogy többet engednénk meg a másiknak, vagy ilyesmi. Persze, hát mondom, ő igen. Egy felnőtt ember volt, én egy gyerek voltam, és most találkoztunk úgy, hogy két felnőtt, tehát hogy igazából semmi különleges dolog nincs ebben. A Szami is csinálja a dolgát, én is próbálom tenni a dolgomat, és vannak dolgok, amiket természetesen meg kell beszélni, hogy van, amikor nem értünk egyet, de arról is szerintem teljesen hatékonyan tudunk beszélni, úgyhogy én azt gondolom, hogy minden normális. És elégedett volt a nyilvános főpróbával, mert hogy az 6-án nagyon, volt, hogy nagyon, sikerült? Nagyon elégedett voltam vele, mert jól is vették,
nem sértődtek meg, hogy ott a nyilvános közönség előtt kaptak instrukciókat, sőt, nagyon jól vették szerintem. Én sem pörögtem túl magamat, úgyhogy... mutatjuk közben. Úgyhogy szerintem az nagyon jó volt. Az, azért mondjuk el a nézőknek, hogyha jönnek, hogyha szeretik ezt a darabot, akkor itt egy Schillert fognak kapni. Szóval rendes kosztümök, nincs el aberálva, szóval az jöhetnek. Mikor fogják ezt kapni? Mikor először kapják? 15-én a főpróbán, az nyilvános főpróba, úgy tudom. Igen. És aztán 16-án a premier, és aztán 17-én, aztán még nem tudom még mikor vannak kitűzve. Nagyon szépen köszönjük meg. Köszönjük szépen.